44 kiállítás egy meccsen, vagy egyelőre zavar a vízben a most indult magyar pólóbajnokságban, miután a sportákban új szabályokat vezettek be nemzetközileg. Néhány példa, automatikusan kiállítására kétkezes foltér, labdaszerzés után bármilyen a támadó csapat szabálytalanság emberfortér, 5 méteren belül hátulról elköltött szabálytalanság 5 méteres jelent. A cél a támadó játék erősítése, de egyelőre tanakodnak a bírók, ellenőrök és edzők. A helyzetről a korábbi játékossal, Fogel Kábor játékvezetővel beszélgetünk. Jó reggelt, kívánok! Szia. És kezdjük már ott, hogy ugye azt mondják, hogy az a népszer, igazán népszerű sportág, ahol könnyen megismerhetőek a szabályok, és stabilak, és áttekinthetőek a néző számára. Miért kellett változtatni most a vízilabdában? Hogy miért kellett változtatni, ez jó kérdés. Mindig változás van, a világ így, így működik, hogy változik folyamatosan, ezáltal a vízilabda is változik. A szabályalkotók mindenféleképpen változtatni akartak, mert, és ez már történelem, visszafele megyek az időben, tisztán látszik, hogy jó esetben, rossz esetben három, jó esetben öt csapatért mindig oda a, a négy közé, vagy a végső győzelemre, és hát egy világszervezetnek mindig az a jó, hogy itt tudok fogalmazni, hogy ez színesebb. Frissít, És Színesebb, jusson oda más is, lehessen ott más is, de hozzáteszem, hogy a szabályok, és elnézésre rögtön közben, 5 méteren belüli súlyos szabálytalanság, ez kikerült belőle, tehát ilyen nincsen. Gólhelyzetben lévő játékos ellen súlyos szabálytalanságot elkövetni az 5 méteres, tehát az labda kell, hogy golhelyzetben uh -huh. legyen, ha nincs ott a labda, akkor az nem lehet golhelyzet, tehát ez a szabálypont, ami, amit uh, a... Mondtál, ez, ez, ez nincs benne, ezt kihúzták. Tehát ott van, a régi szabály maradt, hogy csak gol helyzetben lévő játékos ellen van 5 méteres, vagy a, véd, súly, tehát a, a szabálytalankodó játékos ellen van 5 méteres, ez meg megmaradt, tehát ez régi szabály, ezen nem kell gondolkozni, hogy ez most akkor változás vagy sem. Azt mondom meg, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, hát ugye nyilvánvalóan minden ilyen új helyzetben először először van azért zavar, meg meg, meg kell szokni. Most akkor magyarán mondva ebben a szakaszban vagyunk, hogy élesbe szokja a Magyar Bajnokság, nyilván másútt is Európában, meg a világon, de ugye mi ezt látjuk, ez most élesbe megy. Ez most élesbe megy, a Magyar Szövetség, illetve a Magyar Bajnokság Magyar Kupa speciális helyzetbe került, Mindenkinél előbb két héttel, három héttel kezdtük el ezt a, ezt a kupát, bajnokságot, fe, ö, menetelést. Gyakorlatilag máshol Európában vagy nem kezdődnek el a bajnokságok, vagy be, Málta például befejeződik a nyári bajnokság, tehát más szituációban vannak. A magyar a kísérleti terep most? Most egy, egy magyar egy kísérleti terep, lehet, hogy, hogy minden szemránk figyel most, hogy mi mit csinálunk, lehetséges. De, de el kellett kezdeni, kérés volt, látva a versenynaptárt, látva a nemzetközi versenynaptárt, össze kell hozni a történeteket, hogy mindenkinek legyen megfelelő ideje a felkészülésre. Elkezdtük, csináljuk, vert kibiztosítékot a a 44 kiállítás, de hozzáteszem, hogy nem csak a 44, hanem ugyanebben az időben volt egy 16-os, és a kettő között nagyon nagy a különbség. Igen, igen. Ugyanazokkal a szabályokkal uh, igaz minden uh, ítéletnek a csapatok játékosok kellenek hozzá. Tehát egy játékos nem akar hozzányúlni a másikhoz, akkor nem lesz ítélet, mert miért, és akkor nem kell ítélni, és akkor lemegy egy mérkőzés 10 kiállítással maximum, de hát látni kell azt a mérkőzést, hogy hogy játszottak. Itt mondtál egy olyan szabályt, amit végül is kihúztak, amit még megemlítettem, de azt hagyja említsem hogy volt olyan, hogy a franciák ugye még a pálya meg a labda méretét is megváltoztatták volna, tehát egészen e -exém, tehát e extrém. E én, én olvastam egy anyagot, ami bekerült a, a, a szabályalkotók asztalára, akik döntenek erről a történetről, rengeteg szabályt a szövetségen keresztül lehet beadni, a, he, a nemzeti szövetségek adnak adhatnak be szabályt, tehát nem névhez kötött XY, hanem szövetségek, franciák, brazilok, ausztrálok, amerikaiak, stb. 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 mond a legextrémebbeket. Hát a legextrémebb, a, 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 ez, a, ez a labda nélkül minden súlyos hiba, ez, ez egy extrém, tehát minden súlyos hiba öt méteren belül, akár ott a labda, akár nincs, az öt méteres, de hát csak gondoljunk bele, hogy egy normál bajnokságban fölélődte a csapat a labdát, a edzőnél nincs ott, mert ugye neki kell bedobni, nincs gólbíró, neki kell bedobni, keresi a labdát, közben a csapata már fölúszott, és öt méter elkövetett egy szabálytalanságot a védő. Hát hol a labda? Ja, hogy még a vízben sincs, tehát ilyen azért, ilyen azért ne forduljon elő, hogy, hogy még keresik a labdát, és már itt élet van, tehát ez nincsen. De az, hogy kisebb legyen a pálya, ugye ez régóta történet. Hozzáteszem, hogy a, hogy a szabály ugye a, a szabálypont legel, legelején ott van, hogy mettől meddig szélesség, hosszúság, stb. Tehát Afina, illetve a világszervezet ad egy tólik határt férfi, illetve női pályára, illetve labdaméretre, hogy lehet változtatni. Az más kérdés, igen, hogy egy világeseményen előre megrendezett pálya van, és abból nem fognak eltérni. Uh -huh. Tehát olyan még nem látott a világ, hogy oda megyünk, és azt mondja az egyik résztvevő csapat, hogy háló, kisebb pályát akarok. Én vagyok fehérben, ilyen nincs. Na, azt Gábor, hogy mit tartasz a legfontosabb változásnak és jó változásnak, ami valóban a játék élvezhetőbbé tételére való, és, és az, hogy, hogy közben érthetőbb is válik én a úgy gondol, én úgy gondolom, hogy minden szabály pont, ha egyszerű mondatként, akár angolul van írva, akár ez fordítva magyarra, de egyszerű mondat marad nyelvtanilag, ez mindenkinek érthető, és gondolván a legkisebbekre, akik játszanak a 10-11 évesekre, akik az első bajnokságokat játszák, illetve a profi, mondhatni profi játékosokra. Ha egyszerű nyelvtanulag, egyszerű mondatokat... Tehát te, mondat te van, a többszörösen alá is mellérendelt mondatokat tartod hát, veszélyesnek, az, az már nem Abban mindig lehet. Aha. Így, így magyarázom, úgy magyarázom, így olvastam, így fordítottam, így, így, gondolom én, te másképp gondolod, mert ez a szíved joga, de ha egy egyszerű mondat van, már pedig két kézzel megfogni, megragadni az ellenfelet, ezáltal akadályozom a szabad mozgásban, ez úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű. Ezt mindenki számára érthető, és mindenki számára elfogadható, és a szurkoló is látja, hogy háló próbál úszni, de fogja, akkor az kiáll. És akkor ezt meg kell ítélni, hogy ő kiállítás. Ha meg van egy oldalas magyarázat, egy szabályponthoz, akkor abban meg bele lehet, bele lehet menni. Mi elindítottunk most valamit, szigorú, hozzáteszem mi egy szigorú, pontokat vettünk alapul, itt a kontrakiállításra gondolok például, egy nagyon szigorú, egy nagyon kemény ítéletek voltak a mérkőzéseken, volt egy fórum, összejöttünk, a kérték a csapatok, hogy most más legyen, más lett, úgy Ment le ez a kupa oda, visszavágó negyeddöntő. Visszajelzés értelmében, visszajelzés edzőktől. Tehát kaptam, köszönik, nem rólunk szól, játékról szól, és nekik ez így jó. Aztán majd meglátjuk, hogy három hét múlva jön-e hivatalos anyag, hogy másképp van, vagy nincs. Aha. Ez annyira jövő zenéje, de hát előre nem tudunk gondolkozni, csak utána. Szerinted mikor tud ezt kikristályosodni, amikor, amikor visszajelzések is megvannak, nemzetközi visszajelzések és akkor körülbelül belerázódik a sportágabba, hogy na, akkor ez így. Én úgy gondolom, hogy akkor már biztos, hogy nem fogunk róla beszélni, mihelyt lemennek a, az Euróliga első, fő Európáról beszélünk, az Euróliga első selejtezőkörre, második selejtezőkörre, ott azt hiszem a Szolnok kapcsolódik be a, a viadalba, a második selejtezőkörbe, ezután biztos, hogy lesz egy kép, a vezetők, nemzetközi vezetők fejében, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Biztos, hogy ki fognak adni egy hivatalos papírt egy értelmezésről, hogy ezt így kell csinálni, nem másképp, mert abból csak baj van, hogyha egyik országban így, a másikban másképp. És ez, akkor ez úgy néz ki, hogy ez október közepe- vége felé ez biztos, hogy letisztul, ez biztos, hogy kikristályosodik, és akkor várható, hogy már pont kerül a a viták végére is mindenki idézőjelben megnyugszik. Valaki nagyon, valaki kevésbé, de mindenkinek az a érdeke, nekünk is játékvezetőknek, hogy tiszta legyen, egyszerű legyen, és vita ne legyen belőle, mert, mert ha vitázunk róla, és nem, jel, nem csináljuk, abból mindig baj van. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél, és akkor én azt javaslom, hogy október végén, november elén folytassuk a beszélgetést, amikor legyen már így. Tap megvannak a tapasztalatok. Köszönöm így. szépen, így. én köszönöm szépen. szépen.